lehet egy tűzvész, urambocsá, lehet egy háború. És hogyha egy ilyen mértékben ketté szakított ország ezekkel a természeti vagy háborús katasztrófákkal nem tud szembenézni. Tehát sokkal gyengébbek vagyunk így megosztottan. A megosztottságban én nem látok problémát. Az, hogy egy nemzet sokféle, az a nemzet számára nagyon hasznos. A sokféleségben, egy nemzet sokféleségében, és abban, hogy sokféleképpen gondolkodnak az emberek, én nem színeket látok, nem, nem az a szép, hogy egy színes nemzet, maga az immunrendszer. Ugyanis ezek a társadalmi rétegek egy kihívás, egészen más immunrendszeri válaszokat adnak. És Európának is én fontosnak tartanám a nemzetek Európáját, mert a nemzetek nem a színeket jelzik, hanem az immunrendszert jelzik. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt az új műsorunk, a Tisztító Tűz Podcast. Ez a műsor egy beszélgetős műsor lesz, amiben az én általam kiválasztott emberekkel próbálunk nagyon gyorsan, nagyon mélyre menni, és azoknak szól, akik az igazságot és az erőt keresik a cselekvéshez. Mi sem állítjuk, hogy ne fogjuk találni az igazságot, de legalább keressük. És azt szeretném, hogyha azok az emberek gyűlnének itt összekörülöttünk, akik nem adják föl az igazság keresését, és az erőt a cselekvéshez keresik, nem csak úgy általában. Úgyhogy ebben próbálunk értékrendi és, és látásmód béli kapaszkodókat adni, kapni, ezek inspirálni, és ezt a közös erőt ugye, cselekvésre fogja majd mindenki a maga házatáján, a maga területén. Nagyon szépen köszönöm Kassai Lajosnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és a, egy a Lajossal, ugye, olyan témáról szeretnék beszélni, ami az ő témája, és ő egyfajta párbeszédet akar megvalósítani, egy párbeszédet hirdet a ketté szakadt ország két pólusa és azok képviselői között, mert azért egészen biztosan nem jó így, hogy ilyen mértéki ketté vagyunk szakadva. Lajos, mondd el te, hogy az a betegséget te hogy látod? Hát ezeket a betegséget mindenki úgy látja, aki a mezőgazdaságban dolgozik, hogy a zeket nyomására létrejön egy zárvány a talajban, ami szétválasztja az altalajt a felszíntől. És attól függően, hogy ez a talaj mennyire kötött, ez néhány év alatt olyan mértéket tud ölteni, hogy terméketlenné válik a talaj, ilyenkor szükség van egy úgynevezett altalaj lazításra. Mi ez a két réteg? Ez a két réteg a felszín és az altala. És hogyha megnézzük a magyar társadalmat, akkor ez a két réteg már annyit ekészte egymást, hogy ez a zárvány ez kialakult. és és, ez én konkrét fé, és én, a betegség. Ez konkrét a betegség, ami az ek, ekézésekből alakult ki. És ugye itt, itt nekem megvan az a félelmem, hogy ez egy kritikus méretet ölt, akkor tényleg az ország terméketlenné válik kulturálisan. Mert én azt helyénvalónak tartom, hogyha a politikai pártok között markáns különbség van, hiszen ez az identitásuk. Én helyénvalónak tartom azt, hogy a propagandisták egy-egy politikai rétegnek a, a mondjuk úgy, hogy ágyunaszádai most már, tehát itt azért objektivitásról meg függetlenségről nagyon nehéz beszélni a mai világból, van, aki az altalajz, van, aki a felszíni réteghez tartozik, és a szembe lévő oldalra fordítja a zágyú csöveket. De visszatérve itt ezeket a betegséghez, ez a zárvány ez meggátolja a gyökerek lejutását, meggátolja azt, hogy a, csapadék, ami egy nyári záporral esik le, az, leszivárogjon az altalajba, mert a nyári nap az pillanatok alatt felszárítja a mikroorganizmusoknak a mozgása. Na most nagyon hasonló a, a helyzet, amikor kulturálisan egy ország ketté szakad. Én az altalaj embere vagyok, én a hagyományok felől, a tradíció felől közelítek, alovas ijászat az ez. Mi van az altalajban? Rengeteg ásványi kincs. Alovas ijászat egy ilyen ásványi kincsünk, ami a múltból itt maradt, és én én ezt a csodát előszettem és egy modern, kori 21. századi sportot hoztam létre belőle. És ez az egész Magyarországon is viharos sebességgel terjed, és a világ minden részén. Tehát ma már van egy világszervezet, aminek svájc van a központja. Éjség. Tehát van egy éjség is egyébként akkor világszerte arra, hogy a valaki, aki már ezt nem kapja meg, az lenyújon mélyre, és valamit a hagyományokból, valamit a régi dolgokból ma alkalmazható módon is keresnek azért az emberek. Tehát erre van éjség. Hát én azt gondolom, hogy az altalajba kötődő embereknek ezeknek az ásványi kincseknek a felszírehozása lenne a, a lényeg a felszíni, ez, ez, ezt én ezt én töb, többségében vidékhez kötném. Azért itt nagyon rugalmasak ö, 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 ezek a ezek a hiszen vannak összefonódások. még a felsz, felszíni réteg egy, egy rendkívül kreatív, egy magasan művel, de alapvetően városi réteg, ami rendelkezik egyfajta mobilitással, és én ezt a réteget inkább a modernitáshoz kötném be. Ennek a, a, a rétegnek én azt gondolom, hogy a legmarkánsabb ö, ö, oszlopai a, a magyar zsidóság volt, és a városi zsidóság, aminek a, a jelentős részét a, a fasizták és a hozzájuk kötődő nyilas gazemberek brutális módon ö, ö, derékbe törték és elpusztították az altalai emberein a kommunizmus söpört végig. És ezek nagyon fontos dolgok, mert ezek transgenerációs traumák, és ezek a transgenerációs traumák mozgatnak bennünket alapvetően. Sajnos Magyarországon nincs olyan ember, és nincs olyan társadalmi réteg, amit ez a két őrült brigád ne tépázott volna meg. Na most ennek nehéz a gyógyítása. Akkor, amikor transgenerációs traumákkal küzdik egy ember, vagy transgenerációs traumákkal küzdködnek társadalmi rétegek, és ezen belül az ország, ez nehezen gyógyítható. Viszont jól kihasználható. Tehát ezeket a rétegeket rendkívül jól lehet egymásnak úszítani. Na most sajnos én ezeknek a rétegeknek a, konszolidációjára, a konszolidációjára, békítésére, Vajmi kevés szándékot látok, viszont nagyon jól látom azt, hogy ezek rendkívül jó, uszíthatóak, a félelmet föl lehet tartani, hiszen ezek zsigeri. Tehát akik, 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 akit a kommunisták tettek tönkre, vagy akit a fasizták tettek tönkre, azok a családilag olyan mély sebeket hoznak, amit újra fel lehet tépni, elő lehet hozni. Beszéljünk egy kicsit arról is, Lajos, hogy a, mi, mi lenne, hogyha begyógyulnának ezek, mit veszítünk azzal, hogyha ezek az árkok ilyen mélyek, és ilyen végletesen ugye, ö, azzal foglalkoznak, hogy ezeket tovább mélyítsék, mert jó lenne ezt jobban értenie mindenkinek, hogy mennyire saját érdekünk ezeket összép húzni. Hol vészel az energia, a társadalmi energia, mi mindent veszítünk a mindennapi életünkbe ezáltal, hogy, hogy ez a, nem, nem csak azáltal, hogy állandóan szitkozódunk, és, és, és félünk, és rettegünk, és a szapuljuk a másikat, ami önmagában lebontja az embernek a belsejét, hanem a mindennapjainkra és a, a, a közösségünk életére is, tehát a családjaink és a tágabb közösségeink életére is milyen konkrét hát ez... hozadéka lenne, hogyha ezt megoldanánk? Mert a... ezt erről kell, hogy de... legyen egy cél az emberek a... fejében. Az, az, hogy tehát egy kicsit analizáljuk meg ezt a helyzetet. Miről van itt szó? Én azt mondom, hogy ezek a társadalmi rétegek egymástól nagyon eltérő identitással rendelkeznek. És én nem abba hiszek, hogy ezt az identitást közömbösíteni kell, ezt fel kell oldani. És, és semlegesíteni kell ezeket a, a, a markáns különbségeket, hanem nem abba hiszek, hogy, hogy ezeket a különbségeket fenntartva. Fönn kell tartani annak a lehetőségét, hogy közös együttműködés, közös tevékenység jöjjön létre, hiszen lehet egy árvíz, hiszen lehet egy tűzvész, uram lehet egy háború. És hogyha egy ilyen mértékben ketté szakított ország ezekkel a természeti vagy háborús katasztrófákkal nem tud szembenézni, tehát sokkal gyengébbek vagyunk így megosztottan. A megosztottságban én nem látok problémát. Az, hogy egy nemzet sokféle, az a nemzet számára nagyon hasznos. A sokféleségben, egy nemzet sokféleségében, és abban, hogy sokféleképpen gondolkodnak az emberek, én nem színeket látok. Nem, nem az a szép, hogy egy színes nemzet. Maga az immunrendszer. Ugyanis ezek a társadalmi rétegek egy kihívás, egészen más immunrendszerű válaszokat adnak. És Európának is én fontosnak tartanám a nemzetek Európáját, mert a nemzetek nem a színeket jelzik, hanem az immunrendszert jelzik. Egy adott kihívásra egy bizonyos nemzet szerintem jól tud reagálni, egy bizonyos nemzet rosszul tud reagálni, de sok válaszadásból van lehetőségünk arra, hogy hogy megtaláljuk a kulcsot. És ugyanez a helyzet itt az országon belül is, hogy ezt a, színe, ezt a színességet fönn kell tartani, fönn kell tartani a különbséget, de tudván, hogy különböző módon gondolkodunk különböző kérdésekből, a lehetőséget fenn kell tartani az együttműködésnek. Na, ez mindennél fontosabb. Van egy olimpia, van egy világbajnokság, van egy, van egy egy katasztrófa, akkor ezeket a dolgokat félre tudjuk tenni, és közösen egy célért tudunk dolgozni. Én most ezt veszélybe látom. Én azért emeltem föl a hangomat, mert én most veszélybe látom, és ha ez a, az együttműködésnek a lehetőségét mi azzal, hogy dehumanizáljuk a másik oldalt, és a probléma itt jön, hogy elindult egy dehumanizációja a másik oldalnak, én szerintem ez a rántottában már nem lesz tojás. Tehát vigyázzunk, hogyha elér egy kritikus szintet, akkor az, az súlyos károkat fog okozni. De ugye úgy látszik ez, hogy, a, a, hogy ezt csak akkor tudjuk megoldani mi magunk, Ugye, hogyha elfordulunk a, a mainstream politikai és a mainstream gazdasági érdekektől, mert az ő érdekük ez a bizonyos megosztottság fenntartása. Hiszen ugye egy elég e, e, súlyos, e, markáns vélemény van politikai ágon is, ami azt mondja, hogy minden különbséget azért kell megszüntetni, mert ami különbözik, az csak egymás ellen lehet. Ugye, tehát, és minél inkább összemossuk, annál inkább létrejön a kooperáció. Mi, ugye van egy másik verzió, ami a természetben is jelen van, hogy bizony a különbözőségek hogy tudnak összeadódni, hogy tudnak egy, egymás segítségére lenni, és az emberek között mindenképpen ez egy fontos dolog, ugye, mert az, itt az is lényeg, hogy az altalaj emberei, tehát akik azokkal a gyökerekkel rendelkeznek, azokkal a látásmódokkal, amik inkább ma konzervatívként vannak definiálva, hogyan tudnak együttműködni azokkal, akik előrébb járnak modernitásban, előrébb járnak megújulásban, és ők viszont hogyan tudnak visszanyúlni, hogy ne legyenek gyökérvesztett megújulók, hanem egyfajta közös együttműködésben lehessen ugye fejlődni, haladni, de mégiscsak oda jutok vissza, hogy az a politikai és a gazdasági érdek az bennünket nem erre vezet, hanem mi magunk kell Azért akarok itt mélyre ásni, mert ez egy olyan műsor kell legyen, a sok-sok ember rájön, hogy ezt, ezt nekünk kell megérteni, meg kell értenünk, hogy miért kell ez. Hát ezt vagy megértjük, vagy nem. Tehát ugye ez egy nagy kérdés, hogy az emberiség a saját civilizációs törekvéseit képes-e túlélni. Ezt nem tudjuk. Tehát nem biztos, hogy a homo sapiens rendelkezik azokkal a képességekkel, ami lehetővé teszik számára, hogy ezt a technikai civilizációt és a, a környezet ilyen szintű kizsákmányolását túl tudja élni. Ezt nem tudjuk. Hát uh, Pudin próbálja az elvés ezt majd látni fogjuk. Vagy mi már nem fogjuk látni, de, de majd lesz az a generáció. Hát, ha mi nem látjuk, akkor a biztos rossz ugye... Hát nem, nem úgy néz ki, hogy ennek lennének jelei. Nem úgy néz ki, hogy ennek lennének jelei, hogy itt másik irányba megyünk el, ugyanis addig, amíg a feszültség, föntartása, megélhetést, egzisztenciát biztosít bizonyos propagandistáknak és aktivistáknak, addig ez fönn lesz tartva. A békítés, a, a békítés nem annyira népszerű. A békítés egzisztenciálisan nem valósítható meg. Tehát az, az nem egy profitel... A, 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 egy, egy, egy televízióba, egy, egy jó beszélgetés, amikor nagyon összevesznek emberek, és akkor azt lehet nézni. A, a rossz hír a jó hír, a negatív dolgok vannak előtérbe helyezve, és mindaddig, amíg így van, addig ezek a szélhasított társadalmi rétegeknek nincs személyes kapcsolata, nincsen primér információja a másik rétegről, csak szekundár információk vannak a propagandistákon és az aktivistákon keresztül. Na most itt az elsődleges dolog, hogy ki kell jönni, le kell tenni a kis gyalogásót, ki kell jönni a lövészárokból, és kapcsolatokat kell keresni a túloldalon, és én a személyes kapcsolatokba hiszek. Akkor, amikor én ezt a társadalmi képletet fölállítottam, akkor én hoztam egy döntést, hogy éves szinten 6-8 olyan embert meghívok, aki nyilvánvalóan a, a a másik társadalmi réteghez tartozik, adott esetben a felszínhez, és egy személyes, egy ilyen négy szemközti kamerák nélkül, egy ebéd vagy egy vacsora meghívás, leülünk és elbeszélgetünk, mert a valódi problémát az jelenti, hogy mi nem ismerjük egymást. Tehát én nekem a városi létformáról, tehát én nem, nem, én nem az, hogy vidéken élek, én egy tanyán. A tőlem legközelebb lévő ember az egy kilométerre van. Egészen más az én környezetem, a, a, a természettel való viszonyom, mint egy városi embernek. Én hagyományőrzéssel foglalkozom. Nekem fogalmam sincs, hogy egy, egy, egy homoszexuális réteg milyen gondokkal, milyen kihívásokkal, milyen aktualitásokkal foglalkozik. Tehát gyakorlatilag nem igazán tudunk egymásról. Amiket látunk a médián keresztül, azok arra valóak, azok a hírek, hogy jól haragudjunk a másikra. Tehát lehetőleg negatív jöjjön egy negatív kép, az altal a emberét folyamatosan a lövészárkába lehet tartani azzal, hogyha ha a dehonestáló negatív képeket sugárzok a felszíről, és vice versa. Tehát gyakorlatilag a politikának és a médiának ebben óriási szerepe van, de onnét nem fog elindulni a változás. Tehát politikailag nem fog változni a helyzet, a propagandisták nem fognak változtatni, itt kell, hogy legyen egy kulturális réteg, akit ez a probléma fo foglalkoztat és és tesz bizonyos lépéseket ebbe az irányba. Ez, ez, tehát ez, ez nagyon jól működik, tehát, akkor, amikor egy kéznyújtás megtörténik, és ezt a kezet elfogadják, ott mindig egy konstruktív együttműködés jön létre. Tehát én nem tapasztaltam visszautasítást egyetlen egy alkalommal. És tapasztaltál előre lépést a saját megértésedben? Nem, én nem... Én nem, én nem én nem, Vagy nem, nem érteni akarod, nekünk, pár... Nem egyet kell érteni, hanem együtt kell élni. Tehát ezt kell megértenünk. Tehát, hogy nem verjük egymás fejét az asztalba addig, amíg te el nem fogadod az én álláspontomat, vagy én a téred. Nem ez a megoldás. Egész egyszerűen a megoldás abba, abba rejlik, hogy meg kell találnunk az együtt élésnek a minimális formáit. Nem dehumanizálom a másikat. Föntartom a lehetőségét az együttműködésnek. Kell, hogy legyen egy olyan pillanat, amikor, amikor egy közös cél érdekében meg tudunk mozdulni. És rengeteg ilyen lenne. Tehát a, Nézd, itt a, a, az altalajban az ásványi kincsek vannak, a, a felszíne meg az innováció. Hát óriási kincset, a magyar kultúra egy egy, egy kincses, lá, kifogyhatatlan. De mégis csak, mégis csak azt akarom, le akarom őket csalogatni, hogy, 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 hogy találjanak itt értéket, a többieket meg föl akarjuk csalogatni, ugye, hogy találjanak abban értéket. Tehát egymásban valamilyen értéket kell látnunk a saját szemszögünkből is, anélkül, hogy hogy egyformák lennénk, de elkezd, elkezdjük értékelni a másiknak legalább néhány olyan dolgát, amiben úgy gondoljuk, hogy közös. Van-e ilyen közös cél? Ki tud-e alakulni egy közös cél? Mert tudjuk nagyon jól ezeket a lövészárkokat, hogy mi, mi alapulnak, ugye, és ez azért is kérdem, hogy neked vannak már ilyen beszélgetéseid. Én is egy ilyen nagyon crossover típusú ember vagyok, tehát nagyon-nagyon sok ismerősöm van, akik a legkülönbözőbb értékrendeket képviselik, és azt gondolom, hogy akár a férfiak klubja témát, akár a férfinő szövetség témát is úgy tudom átbeszélni velük, hogy rácsodálkoznak arra, hogy az ő általuk gondolt, vagy az ő programozottságuk nem teljesen úgy van, hanem van van, van, van ennek más aspektusa is ugyanígy lehet ez fordítva is, ugye valamilyen módon, csak kell ahhoz a személyes tisztelet, mondjuk te egy nagyon komoly ember vagy, akit azért nem illik nem tisztelni, mondjuk, és ezért normálisan illik veled beszélni. De vajon a, a, aki nem rendelkezik ilyen nagy személyes tisztelettel, hanem az minden egyszerű embernek nagyon-nagyon komoly érdeke hogy ezt csinálja. Ők hogyan tudnák ezt csinálni? Hogyan tudnak közös célt találni? Mi lehet az a közös cél? Mert felé? el kell indulni ahhoz, hogy elkezdjük egymást, hogy na jó, jó, te is ugyanahoz teszel hozzá, mint én. Nézd, ha azt mondtad, hogy engem tisztelnek, és itt van egy személy, személyes tisztelet, akkor ehhez tartozik egy felelősség is, nem? Abszolút. Tehát, hogyha egyszer az ember mondjuk úgy, hogy elér egy társadalmi megbecsülést, akkor attól a pillanattól kezdve van egy kötelezettség is, hogy valamit tenni kellene és hogyha lát egy problémát, akkor azt nevén kell nevezni, és ezen, ezen dolgozni kell. De van erre példa, hát ha meg lehet nevezni ö, ö, a felszín emberét, akkor Geszti Péter. Tehát ebben a zeket a betegségben ő a felszín intelligens, művelt, innovatív. Mit csinált? Létrehozta a nemzeti vágtát. Mire támaszkodott? Az altalajra. A kulturális kincseinkre, adott esetben a huszásságban. Ott az innováció, itt vannak az értékek, megcsinálja a nemzeti vágtát, ami egy, ami egy zseniális dolog. Tehát nem, rengeteg, ilyen, rengeteg ilyen dolog lehetne, amikor, amikor egy, egy, innovatív, felszínen lévő ember le, lenyúl a talajrétegbe, vagy én, aki az altalajból fölemeltem egy, 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 olyan sportágat, ami most már az olimpiák kapuján kopogtat. Tehát akkor, amikor jól használjuk a, 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 hagyományainkat és azt az elképesztő mennyiségű kulturális kincset, ami, ami ott hever, Hát nézd, állandó kihívásokkal küzdünk a Kárpát-medencében, nem hullik annyi csapadék, hogy a Kárpát-medencét öntöző vízzel ellássa. A Kárpát-medencét mindig is a folyók, a kiáradó folyók látták el vízzel. Most az ide, az ide költöző magyarság megépíti a, a teljes Kárpát-medencét behálózó ártéri vízgazdálkodást, tudták, hogy hát a folyók kiöntenek az jó de terelték ezt a vizet, elárasztották a, a, az alacsonyan fekvő részeket, és ez egy olyan mennyiségű csapadékot, hordalékot hozott, ami kibírta őszig. Ősszel megint jött ez a kijöntés. Na most ennek megvan a, a tradíció, nekünk ezt nem kell kitalálni, ezt tudtuk, oda-vissza kell nyúlni, ott van az altalajban. Ott van az altalajban, viszont a felszíni rétegből kell egy olyan innovatív rétegnek lenni, ezt az egész társadalmat át kéne mozgatni, ugyanis nem fogjuk túlélni. Tehát, hogyha azt gondolja valaki, hogy most akkor kutakatásunk, aztán majd a, 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 a kutak, kutakat megfizettetjük, nem tudunk kutakatásni, mert el fog fogyni. Tehát mi egyre magasabb gátakat építünk, ezek a folyók egyre gyorsabban kiszaladnak a Kárpát-Venencéből, és, és, itt nem marad csapadék, mert mondják, hogy asszályos év, tehát mindegyik év a asszályos év, és ott, ott annyi, annyi víz nem maradna. most ahhoz, hogy élhetővé tegyük a kárpát menencét ahhoz nekünk egy picit vissza kéne nézni azt, hogy az őseink ezt, ezt tudták. Ők, 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 megoldották ezt a problémát. Aki szétbarmolta, az Mária Terézia volt, mert betemette a fokokat. És aki Széchenyi utána jött, ugye mert megszűnt a, a kilégzés, csak a belégzés volt, és elöntött mindent a víz. Visszafolyni nem tudott, mert a fokokat megszüntették, mert akadályozta a hajók vontatását, elmocsarasodott a félország. Széchenyi új honfoglalásnak hívta a folyók leszabályozását. Jóvá tehetetlen hibát követett el, akkor nagyon modernnek tűnt ez a dolog, hiszen a mocsarokat leengedték, de, de akkor lett volna ő szerintem igazából előre látó, hogyha az eredeti rendszert állítja vissza, hiszen akkor még vissza lehetett volna ezt hozni. Én azt mondom, hogy ma sincs később, de a, egy ilyen, mindaz a kérdés, ami az egész társadalmat érinti, az társadalmi összefogás, a két réteg közti konszenzus nélkül nem fog működni. Értve látod, azért csináljuk ezeket a beszélgetéseket is, mert ugye én azt remélem, hogy a mi beszélgetésünkből rájönnek egyrészt az emberek arra, hogy nem szabad elhinni, és ez a tudósokra is vonatkozik most. Ugyan ki vagyok én, hogy mondjuk az akadémia tagjainak ugye, tanácsot adjak, de ugye elhitették nagyon az egyszerű emberrel is, és a legmagasabban kvalifikáltal is, hogy csak előfele van vál, ugye mint ahogy Széchenyi is mindig előfele lép, hogy ha, ha visszafele nézve nem tudunk haladni, holott lehet, hogy zseniálisabb rendszerek voltak működését, meg minden egyébet tekintve. Hogy nem kell mindig uh, valami olyan újat létrehozni, amelyik a problémát, amelyik eleve van, azt növeli, és egyre több energiát fordítani azoknak a problémáknak a megoldására, ami anélkül nem jött volna létre, hogy ilyen nagyon innovatívak ne lennénk. Tehát, hogy valóban... Uh meg kéne szüntetni ezeket a stereotípiákat is, ami a fejlődést valami egyféle útnak tekinti és egy irányúnak tekinti. A másik talán az, ami ebből kirajzolódik most az én számomra, hogy az emberekkel kell elhitessük, az embereknek kell elmagyarázzuk, hogy ez a mi dolgunk, tehát nem bízhatjuk sem az üzleti érdekre, sem a politikára, hogy elkezdjünk észbe kapni, és elkezdjünk beszélgetni, és elkezdjük értékelni a másikat, akár a mind a két oldal a másik oldalt, mert ha mi elkezdünk másképp gondolkodni, akkor talán az üzleti érdek és a politika is követni fog bennünket. Ha nem, akkor mindez csak egyre mélyebb lesz, és egyre feszültebb lesz, és rengeteg energiát fogunk elveszíteni. Hát nézd, egy biztos, hogy itt tömegeknek kell hasonló párbeszédet folytatni, mint ami itt megy köztünk, és tömegeknek kell ahhoz Változtatni a hozzáállásán, hogy ezt a politika lekövesse. Tehát a politika akkor fogja lekövetni, amikor trendévé válik egy ilyen gondolat. Addig nem. Tehát addig, amíg a lövészárkok föntartása kifizetődőbb, addig a lövészárkok fönt lesznek tartva. Tehát ezek nehezen nagyon nehezen mozduló óriás hajók, amik, amiknek a, a lefékezése nem megy egy kilométerre kikötő előtt, hanem 25-30 kilométerre kell. Ezek nagy, nagy mozgású dolgok. Tehát ahhoz, hogy ezek a változások ö, ö, létre tudjanak jönni, ahhoz mindenképpen egy gondol, gondolkodás módbeli változást kell végrehajtani, úgy, hogy közben látjuk, hogy a propaganda és a politika nem fog változni ebbe az irányba. Én azt látom, hogy a hagyomány és a modernitás ügyéről még egy másik műsort is kell készítenünk, és mert ugye úgy látom, hogy még egy misét megérne, hogy így fogalmazzunk. Én nagyon szépen De köszönöm, lehet hogy. A következő műsor. Igen, mert nagyon fontos lenne ezt folytatni, hogy milyen célok ugye lehetnek ezeknek, a közös céljainkat De. el kéne valahogy ehhez jutni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm minden nézőnek, aki követte az első tisztító tűzadást. Aki nem iratkozott meg fel a csatornára, azt arra kérem, hogy és, és szeretne feliratkozni nyilván, az esetleg tegye meg. És örülök, hogy ismét együtt voltunk, örülök, hogy ismét kapaszkodókra lejöttünk. Keressük az igazságot és az erőt is, de mindezt a cselekvéshez keressük. De szeretném mondani rögtön, hogy mindenki majd a cselekvését otthon, a saját házatáján, a saját portáján kell megtegye. És ha eljön a közös cselekvés ideje, akkor az közös értékrend mellett tegyük. Tehát erről szól ez az egész építkezés, amit mi közösen, mint közösség teszünk. Hajrá együtt!